6 évvel ezelőtt indult el hagyományteremtő céllal a Kárpát-medencei Magyar Pedagógus Szervezetek találkozója Sonkádon. A cél az, hogy minden év első hónapjaiban egyeztessék az év legfontosabb feladatait, mondta el Iszák Tibor polgármester, aki emellett a Nemzeti Pedagógus Kar alelnöke is. A közösségépítés az egyik fontos dolog számomra, nem csak a település, mint közösség, hanem mint a nemzet és a magyarság, mint közösség. És a határon túli pedagógus szervezeteknek a vezetőivel nagyon-nagyon jó kapcsolatom volt már akkor is, és meghívtam őket, hogy hozzunk létre egy Kárpát-medencei Magyar Pedagógus Szövetség. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke úgy véli, a kétnapos találkozó kiváló alkalmat teremt arra, hogy a pedagógus pálya résztvevői és a döntéshozók személyesen és kötetlen formában is eszmét tudjanak cserélni. Ez lehetőséget ad arra nekünk, hogy meghalljuk az ő gondolataikat, hogy mi miért történik. Hiszen nekünk is vannak információink, mi is látunk dolgokat. Én mindig szoktam hangsúlyozni, hogy a pedagógus kar megfogalmazza a szakmai javaslatokat, de természetesen nem vagyunk minden információ birtokában. Nem tudjuk adott esetben a gazdasági helyzetet, nem tudjuk azokat a törekvéseket mindig érzékelni, amelyek elvezetnek egy döntés meghozatalához. Az eseményen részt vett Kisfaludi László, köznevelésért felelős helyettes államtitkár is, aki tájékoztatta a találkozó résztvevőit, hogy az elmúlt 5 évben mintegy 4500 oktatási nevelési intézményben történt valamilyen infrastrukturális beruházás. Ez azt jelenti, hogy közel minden harmadik intézményben végeztek valamilyen felújítást. Kisfaludi László hangsúlyozta, az állami oktatás és a nevelés egy közszolgáltatás, amely kötelezi a pedagógusokat a központilag adott irányok követésére. Egy-egy kollega azt gondolja, hogy ez az ő saját vadászterepe. Becsukja az ajtót, és ott azt csinál, amit akar. Ez egyébként módszertan megválasztásában így is van, és ez jó így, hiszen minden pedagógus más. Mindenki másképp próbálja megtalálni az utat a saját céljaiokra. De igenis azért azt tudomásul kell venni, hogy ez egy állami közszolgálat, egy állami feladatellátás, és ennek vannak központilag adott irányai, stratégiai céljai, és azt kell nekünk szolgálni. A helyettes államtitkár azt is elmondta, hogy az oktatási anyagoknak kell, hogy legyen valamilyen tartalmi minimuma. Ez különösen fontos a nemzeti örökségek ismeretének átadását illetően. Kisfaludi László hangsúlyozta, a pedagógusi pályán is szükség van a teljesítmény alapú rendszerre, de ennek kialakítása a világszerte különböző. Tehát nincs olyan, amire azt mondani, hogy itt van, ez a tökéletes, ez annyira bevált, hogy ihaj. Ilyen nincsen, de hogy igény van rá, és hogy ki kell dolgozni, és meg kell próbálni ezt évről évre fejleszteni, az szerintem egy jó irány. Úgyhogy mi éppen ezért egy teljesítmény alapú rendszert szeretnénk építeni, amelyben azok, akik jobban, eszerint a skála, eszerint a értékelési megközelítés szerint többet, jobban, elkötelezettebben tesznek hozzá, azok igenis ebből valamiféle többet elismerést kaphassanak. Hajnal Gabriella, a Klebelsberg központ elnöke úgy véli, a tanárokkal szemben támasztott elvárások jelentősen megnövekedtek az elmúlt 30 évben, és gyakran a szülők sem a tanárok pártján állnak. 30 évvel ezelőtt az ember hazament egy rossz jeggyel vagy egy intővel, biztos, hogy nem dicsérték meg. Hát ma azt nem mondom, hogy megdicsérik, de hogy nagyon sok esetben nem a gyereket okolják bizonyos dolgokért, az viszont nagyon gyakran előfordul, és ez szerintem azért elég komoly probléma, jobb lenne, hogyha arra visszaállnánk, hogy egy olyan szülői támogatottsága lenne a pedagógusoknak, mint volt korábban. Hajnal Gabriella hozzátette, a pedagógusi bérek emelése, valamint a szülők támogatásának visszaszerzése segíthet helyreállítani a szakma tekintélyét és társadalmi megbecsültségét.